Sziasztok, Cserta Szanna vagyok, üdv újra a YouTube csatornán. Itt van velem Huszka Ági, a kis stílus és színtanácsadó, és ugye közösen csináljuk a nem luxus táskát. És most ugye egy éves a kislányod, és gratulálunk. Köszi. És nem neki, nekem. Igen. És ugye kettőnk között igazából az a különbség, hogy én... hát az is a különbség, mondjuk inkább így, igen, hogy én ugye... Majdnem egy formák vagyunk, de... Természetesen, hogy én ugye mesterelet lettem terhes, utána elmentem multihoz dolgozni, és akkor utána kezdtem el vállalkozni, tehát hogy nálam ez egy kicsit már megvolt a gyerek, amikor elkezdtem vállalkozni, meg minden, de hogy te vállalkoztál már előtte, ültetél terhes, most szünet volt nagyságrendileg egy évig, és akkor most kezdesz el újra ügyfeleket fogadni, és hogy egyrészt ilyen adózás, meg vállalkozás szempontjából is, meg visszamenetel, meg gyerekfelügyelet, meg ilyen szempontból szeretnének kérdezni, hogy ez így hogy ment? Tehát, hogy te ugye elvés voltál, katás, fizeted az 50.000 forintot minden hónapban, elmentél szülni, ott hogyan kaptál egyáltalán pénzt az államtól, vagy kaptál egyáltalán pénzt, mert én 28.500 forintot kaptam mester utáni terhességemből. Tehát én ugye külföldön is tanultam, tehát ez azért hozzájárult, tehát én az abszolút nullát kaptam ilyen tekintetben, és ezért így kíváncsi vagyok, hogy akkor ez most hogy megy, meg hogy akkor most újra be kell jelentened magadat, mostantól kezdve igazából akkor 25-öt kell majd fizetned, vagy 50-et kell fizetned, tehát erről egy kicsit így mesélsz, mert én nem tudom, és szerintem egy csomóan nem tudják, hogy ez így mivel jár. Igen. No, hát igen. Kb. Ezek a kérdéseim lesz. Jó. Jó lesz. Szóval, ugye egy nagy dilemmám volt egyébként régen is, hogy mikor kezdjek neki a vállalkozásnak. Régóta tervezgettem, elég sokat tanultam azon a területen, amin én ugye vállalkozok. És hát igazából utólag nagyon-nagyon jól döntöttem, hogy azt mondtam, hogy gyerek előtt. Mert hogy nagyon-nagyon foglalkoztatott, vonzott ez a dolog, hogy akkor elmegyek egy cégtől szülni, ugye ott viszonylag azért jobbak a juttatások, tehát ott a teljes bérednek fél évig a 70%-át. Bocsánat, először az Ági előtte fejvadász cégnél dolgozott, tehát ő ezeket vágja. Igen, középvezetői pozícióban voltam, még jól kerestem, tehát még az sem volt egy ilyen olyan tényező, amire azt mondom, hogy nagyon nyomottak fel, hogy vállalkozzak, inkább csak tényleg az, hogy találtam amit szeretek, szerintem jól csinálok. És egyébként volt egy nagyon támogató férjem. Jobban is szeretek férfiakkal dolgozni. Igazából az nekem az alap kiváltója volt. Szeretek nőkkel is, de nagyon szeretek férfiakkal. Szóval ő engem abszolút támogatott ebben. Én nagyon-nagyon dilemmáztam, aztán mégiscsak belekezdtem, és fú, nagyon-nagyon jól tettem. Szóval nagyon-nagyon kőkemény egy év volt, amivel indítottam ezt az egész vállalkozást, ugye én saját stúdióhoz ragaszkodtam. Közel vagyunk egymáshoz. Igen. Annak ugye a bérlése, berendezése, fenntartása nyilván az elejétől kezdve. Összesen összeszámoltam egyébként 1,5 millió forintot költöttem csak oktatásra, tanulásra. Emlékszem én is. Rengeteget. Nyilván ezzel az volt a célom, hogy egy olyan tudást szerezzek, amivel tényleg minden kérdésre tudok válaszolni. Nekem ez volt az egyik alap, hogy el tudjak kezdeni, el tudjak indulni. Nyilván nagyon nehéz volt feladni azt a biztos, számlámra érkező hónap, nem tudom, 8-án ott van tuti bevételt, amit ugye egy alkalmazotti léthoz. Nekem azért viszonylag jó volt, azért középvezetői szinten voltam már, igazából anyagilag nem hajtott semmi arra, hogy vállalkozzak, inkább csak az volt nekem nagyon fontos, hogy úgy csináljam a dolgot, ahogy nekem az megfelel, ahogy én azt szeretném. Én nagyon-nagyon vállalkozó típus vagyok, nagyon öntörvényű vagyok, nagyon én beosztani az időmet, és ilyen ebben hasonlítunk. Ilyen szempontból egy megváltás volt a vállalkozói lét. Én azt gondolom, hogy egyébként nem mindenkinek való a vállalkozói lét, hiába mondják most nagyon sokan mindenféle legyen vállalkozó, tréningeket tartó emberek, hogy mindenki lehet vállalkozó. Nem mindenkinek való a vállalkozói lét, és nem is kell mindenkinek vállalkozónak lenni. És tehát, hogy kb. egy évet vállalkoztál, mielőtt terhes lettél, vagy mennyit másfél? Nem. Fú, hát... Másfél-kettőt is talán. Kettő, tehát akkor kettő év, és akkor utána nem luxus táska bébi lett a...
kislányom. Igen. És akkor, amikor teljes voltál, akkor is kellett ugye folyamatosan fizetned az 50-es katát. Igen. És akkor azt meddig kellett a születésig? Ezt egészen addig kellett fizetni, amíg tulajdonképpen táppénzre nem mentem. Tehát akkor az utolsó pár hét terhességben. Igen, az utolsó, nem is tudom, 2 vagy 3 hétre mentem, akkor már kiirattam magam, hogy ezt már nem bírom. Most már muszáj. Itt nagyon kell egyébként arra figyelni katásként, hogy egész hónapokat kell az embernek elmenni, tehát akkor hiszem, hogy szeptember végén szültem, és akkor szeptember 1-től szeptember 2-jében szültem. Akkortól ki voltam írva. Egyébként táppénz is jár, én azt nem igényeltem meg, mert nem nyitottam el addig, hogy akkor most hogy mind merre. Minimális a táppénz, de ezt nekünk azt hiszem a magyar államkincstártól kell külön megigényelni. Nem készültem fel rá megfelelően. És akkor ugye utána megszül az ember. Megszületik a gyermek. És akkor ugye onnantól kezdve ugyanúgy jár először a cseld, aztán azt hiszem most gyed van. És akkor így nagyságrendileg katásként mennyit kaptál, vagy az a bevételettől függött, vagy mindenki fixen kap katásként? Ez úgy van, hogyha 50 ezer forintot fizetsz katásként, akkor x összeg a te papíron keletkezett bevételed, ez nem is tudom, 96 ezer forint volt talán papíron az én esetemben. Hogyha 75 ezeres katát fizet valaki, akkor jobban tud járni, akkor nem is tudom, 150-160 ezer forintnyi bevételnek számít, vagy bruttónak azt hiszem, és akkor ezután kapja ezeket a járadékokat. Tehát te akkor 100 ezer forintot kaptál havi szinten? Nem, dehogy is, annyit nem kaptál. Nem. Talán ilyen 50-50. De miért nem kaptál annyit? Mert ez ki van számolva, hogy van. A 96 ezernek a 70%-a. Értem. Tehát, hogy oké. Okay. Tehát, hogy akkor 50 ezer forintot kaptál. Na, tehát figyelj, duplán annyira jól jártál, mint én a mester után. Abszolút. Teljesen jó biznisz ami ez a terhesség. Ami fontos, hogy ilyenkor szüneteltetni lehet a kata kifizetését. A vállalkozást nem kell szüneteltetni, igen. Tehát az mehet. Tehát nem kellett kifizetned kapásba az 50 ezeret, amit kaptál, nem, mert igen, szüneteltetted igen, akkor igen, a katát. Pontosan. Ilyenkor megvan az indokod arra, hogy hát gyermeket szültél, és akkor minden hónapban neked, ameddig ugye a katát ezt 12-ig kellene fizetni, minden hónapra ugye visszamenőleg, tehát a júniusi katát a júliusban fizeted ki, 12-ig, és ilyenkor nem katát fizetsz, hanem beküldesz egy ilyen formanyomtatványt a NAV-nak, hogy oké, te akkor nem fizetnél katát, mert nullás voltál, mert hogy nem dolgoztál ezért és ezért. Itt nem a vállalkozást szüneteltetjük, csak magát a befizetés. Igen. Tehát nincsen bevételünk. És akkor most ugye eltelt egy év, és akkor most szeretnél ugye újra ügyfeleket fogadni. Igen. És akkor emiatt ugye most vissza kell jelentened, és most ugye akkor csak 25 ezer forintot fogsz fizetni? Nem, én a teljes katát fizetem. Ez úgy néz ki, hogy az első fél évben az ember csedet kap, ez a csecsemő gondozási díj. Ez ugye, hogyha cégnél dolgozol, akkor a 70% a bruttódnak, nálunk is 70% nyilván, mennyire jön ki. Igen. Meg ugye nem kell fizetned a katát, és régen én azt hiszem, hogy egy évig nem lehetett számlázni vállalkozóként, de most már a cseled lejárta után, még ha kapod is a gyeret, az 6 hónap, ugye utána a gyeret fogsz kapni, ez egy kicsivel alacsonyabb összeg, nem sokkal egyébként, emellett is beküldhetsz nullás igazolást, tehát kvázi szünetelhetheted a kata beküldését, viszont ha már számlázol, akkor már be kell fizetned a katát. Én jelen pillanatban kapom a gyedet, viszont mivel dolgozok, állítok ki számlát, ezért fizetem a katát. Ami a teljes összeg az 50 ezer forint. Igen. Jó biznisz ez a szüljünk gyereket vállalkozóként. Nem olyan nagy. Tehát hogyha valaki most tényleg nagyon azon gondolkodik, hogy meglegyen-e a kiugrás, ne legyen-e a kiugrás, de biztosabban gyereket akar, nincs mögött egy nagyon támogató háttér ország, mert azért valljuk be, mögöttem van, tehát van egy jól kereső, stabilan kereső férjem, akkor nem biztos, hogy jó ötlet
40-50 ezer forintra levenni a gyermekgondozási díját, és elmenni ugye vállalkozni. De ugye, hogyha valaki most kezdené, akkor nagyon sok ugye ez a kezdővállalkozási támogatás van, igen, ami igen, például igen, ugye van ez a 6 havi, igen, meg, a, igen, meg a 2 éves, igen, én annak igen. ugye a 6 havira jelentkeztem, aha, és aha. Azért az úgy segít az első 6 hónapban. Igen, tehát igen, ilyen tekintetben... Segít, ez egy nagyon jó dolog, viszont ha ugye úgy gondolkodunk, hogy aztán ki fog esni nekünk minimum fél év, de inkább azért egy, azért ezt érdemes elgondolni. Úgyhogy tessék, tehát hogy teljesen őszintén átbeszéltük Ágival, hogy mi a helyzet most, mint vállalkozó, milyen költségei vannak, milyen bevételei vannak az Áginak, és reméljük, hogy egy kicsit eloszlattuk azokat a kételyeket, hogy hogyan járnátok jobban. Természetesen ez az Áginak az élete, az a tapasztalata, ez illetve az enyém. Remélem mindent aktuálisan mondtam. Egyébként én két könyvelőt jártam meg, egyikük sem voltam nagyon-nagyon tisztában a katás dolgokkal, ugyanis az, hogy fél év után én igazából dolgozhatok, mint egyéni vállalkozó, illetve számlázhatok, mint egyéni vállalkozó, ezt onnan tudtam meg, hogy a NAV-hoz bementem egy személyes konzultációra. Mert rosszul mondták nekem a könyvelők, úgyhogy ezt ajánlom, hogy azért járjatok utána jól, vagy tényleg olyat keresetek, aki abban a típusú vállalkozásban tényleg nagyon jártas, amiben ti gondolkodtok, mert hogy itt apró pici dolgok mennek el egymás mellett, és ez elég nagy különbségeket tud okozni. Úgyhogy van egy csomó pozitív és negatív oldala a vállalkozásnak, a kiszámíthatóság és a csomó egyéb fantasztikus kiegészítő és allábjegyzet. Úgyhogy nem mindenkinek való a vállalkozás, hogyha anyuka vagy és gondolkozol a vállalkozásban, akkor is mindenképpen javasolunk, különböző ilyen GINOP pályázatok vannak arra, hogy friss anyukaként hogyan tudsz kedvezményesen vagy esetleg támogatással együtt vállalkozást kezdeni, de hogyha nincsen semmilyen, vagy már vállalkozóként leszel anya és mész el, akkor Ági egy példa arra, hogy lehet. Egy klasszikus nem példa, hogy lehet, nem egyszerű, és hogy milyen olyan különböző kis apróságok vannak, amik eldönthetik, hogy nektek melyik séma a legjobb. De természetesen, ha kisbabát vártok, akkor teljesen mindegy, mert az aktuális dolgot kell ugye túlélni, igen. Csinálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, hogyha még nem ismertetek volna Ágit, akkor mindenképpen menjetek fel az Insta oldalára, mert szuper sztorikat oszt meg, és nagyon-nagyon oktató, nyers és oktató jellegű dolgokat tudunk meg a szintípusokról őszintén. Az Insta sztori, mint amilyen én is vagyok. Igen. Igen, úgyhogy... Humor szükségeltetik hozzá. Úgyhogy mindenképpen javaslom Ági Insta sztoriát, és hogyha esetleg színtanácsadásra szeretnétek menni, akkor javaslom Mi Meglepő Ágit. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hogyha esetleg bármilyen ilyen tapasztalatbeli kérdésetek van, akkor ezt a kommentben alulra írjátok meg, és szólok Áginak, hogy válaszoljon, hogy ő mit tapasztalt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és sziasztok!